Na mert ez egy gyerekek. Élőben vagyunk-e? Fordítsunk meg a kamerát. Sütünk le a highway-ről, 95-ös interstate-ről. Közeledünk Orlandóba, vagyunk mindjárt. Valaki azt mondja, hogy vegan, Budapestre össze, gyere ebédelni, hogy vacsorázni. Valaki kérdi, hogy hova utazok. Connecticutba, gyerekek, Connecticutba. Jogsit felújítani. Turn bike. Azt mondja, hogy very bad connection. Fáradt vagyok, betettem a fülhallgatót, hogy átszálszom, higgyék az, hogy telefonon beszélek, vagy FaceTime, vagy valami. Aludtam, hogy 2 órát, 5 órakor felültünk a buszra. Aludtam, hogy 2 órát. Aztán fájt a derekam, seggem, lábam, mindenem el volt zsibbadva. Úgy csendesen beszélgetek, én nem akarok nagyon zajongani. Mikor érek oda? Most Orlandóba buszt váltunk, és azzal a busszal megyek el New Yorkig. A highwayman azt mondja, hol vannak a fehér népek? Hát mindenhol lassatok-e. Csak az első elé-felé nem tudom mutatni, mert az ülés takarja őket. Oil change 1995. Ilyen szép almaződ az a GPN, hogy belé harapja. Ilyen pornó. Pornó motel. Egyszerre én is megszálltam egy ilyen pornó motelbe, de rég volt, gyerekek, 2005-ben. Nem tudtuk, hogy az Washingtonban voltunk. Egy csajjal mentünk délről felfelé. Megszálltunk, tévét bekapcsoltuk, más nem volt a tévében, csak így pornófilm. Érdekes mi? Na, hát mindjárt lássik ez az autó, de mindjárt lecsúszik. Kia? No, Kia? Villanypózna kiállítás. Még kéne menjek oda legelőtt. Onnan fémezzek a nagyobb lakon kifelé. Oldalban nem lehet sokat látni itt. Na, várjatok a kommentekre is, reakjel nézzek. Na, tegyük vissza erre a kamerára. Jó. Hát, így most a késéssel. Csütörtök délelőtt 10 óra helyett, arra kezem át akarja. Csütörtök délelőtt 10 óra helyett, csütörtök délután 4:30-ra érek oda. Very bad connection. És jó van a hotspotlám.
Na, van 3-4 palcika. Jó kéne legyen. Ah, mutattam, hogy hova vannak bedugva a cuccok. Itt van le. 2 darab priza. 110 voltos. Úgyhogy laptopot, hotspotot, telefont, amit akarsz, mindent lehet töltetni. Megittam a mesztelen. Juiced Mighty Mango, ez a legjobb ital a világon. Fruit smoothie. Megittam a narancslevet. Megettem néha egy Clif Bart. Orange Bowl. Ez egy kugli, hogy mondják a kuglinak. Elmegy a kugli. Egy este besúgni. Teke. Mit mondtam, miről beszéltem? A motoros üzlet. Elfelejtettem, mit mondtam. Töltés, hotspot. Mit tudom én. La Placita Latina. Latin Palacinta. Placenta. Placita. Nem tudom, mit jelent. We sell tires. Gumikot árulunk. Kissimmee Animal Hospital. Okay. Very bad connection, megint azt mondta. 3 palcika van, most 4. Ja, még nem próbáltam ki a busznak a wifi-t. Kicsit fáradt vagyok, de nem számít. Ja, tehát 4:30-re érek oda. És ne, valaki románul is ír. Már ezt elolvasom, hogy gyakoroljam a román tudásomat. Áron Petrus. Kün vízpre a kász, hajlau csinela, minela Budapesta. Na! Akkor te félig magyar, félig román. Budapesten ész. Bine, bine, merci frate. Levó azt mondja, király, hágón megálltok, mit csezni. Csajocskát nem fémezem, mert szégyelős, oda tette a kezét is. Ferenc Mónár. Idestől a 20 éve, a 90-es években én is sokat buszoztam az USA-ban, igaz, nem Floridában, legtöbbször Connecticut, Texas útvonalon. Egyszer volt egy Nevada, Missouri utam is. Szecskamester azt mondja, megéri ez a busztársaságnak, alig vagytok ilyen hosszú útra. Hát ha nem érni, meg nem csinálnak, szerintem. Csaj mögött itt észrevette, hogy videózó, jaja, nem is fordítom most feléje. Adlám, hol vagyunk? Main Street High. 15-től 21-ig tuition free. Flexible schedule. Ez iskola. High school. Liceum, vagy minek hívják. Gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme just a little smile. That's all I ask from you. Sunshine. Sunshine reggae. Don't worry. Don't hurry.
take it easy. Señorita. Kicsit olyan furcsa, most ilyen csendben beszélek, legalábbis remélem, hogy csendben. Fülembe be vannak dugva ezek a fűdugók, és bentről hallom a saját hangomat. Én azt hiszem kihúzom ezeket a fűdugót. Csak egy jó álcázzal sabar, senkit sem nagyon érdekel, itt mit csinálok, egyedül az a csajocska takarta el az arcát, a szégyelős, de hogy lehet keresett bűnöző. Na, itt van egy torony, ilyen kommunikációs torony, egy helikopter mellette. Mit csinálsz te? Broadway Pizza Bar. Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, de a sofőr remélem, hogy tűzje. Mit mondsz? Úgy néz ki, hogy hamarosan odaérünk valahova. Na, elfelejtettem közben kommenteket olvasni, elnézést. Kérdi valaki, hogy milyen az út. Hát szar, unalmas, kényelmetlen. Milyen egy buszon utazni 48 órát. Szar. Az utcák nagyon szűkök kezdnek itt lenni. Hogan, én most találtam rád, mivel én is ki akarok menni, de nagyon jó csávó vagy. Köszi. Tomi 56. Dencs Gábor, márra vagy most kapcsolódtam be. Orlando, Bibe hány órája utazol? Tegnap este 10-től. Most reggel 10 van, úgyhogy 12 órája. Orlandóba most érünk oda, fogunk buszt váltani. Valaki azt mondja, stop tábla olyan, mint otthon, ja. Olyan biza. Na. Valami baj van itt. Ó, itt leszállunk. Vagy csak némely emberek szállnak le. Én azt hiszem, itt csak a hippik szállnak le. Vagy cigi szünet, vagy mi az? Nem érkeztünk még oda, hanem a sofőr bemondta volna. Milyen helyzet. De akkor azt mondja, Robi, ez egy olyan utazás, amivel lezárod az amerikai életed, amely egyszer végigjárod egy részét. Ja. Csak a jó érzésére gyújtani egy cigire, 2 óra után. Nek a gyereknek a nadrágja térdi név volt, ült a széken, le volt csúszva. Ennek egy laza csávunk. Ha az oldalán kiújtsa a cigit, felit megmenti még későbbre. Ilyen 10 éves suhancok, mi is így csináltuk annak idején.
karika az óra, a baleankának. Na jó, mehetnénk is ma. Jointot, eh? Valaki azt ír, mondja, nem kéne buszon kamerázni öreg. Na miért ne? Nem szólt senki, hogy nem szabad. Itt van drónos Vili, hol van? Nem látom. Vilikém, érkezek hónap délután 16:30, de csak New Yorkig fog elvinni a busz. Mert ez a gubanc miatt, a késés miatt nem az eredeti járatom lesz. Oké, látlak, Vili, kérdezed, mikor érsz ide. Csütörtök délután 16:30 felé érek New Yorkba, és nem tudom, melyik stationhöz meg kell kérdezzem. Nem a Grand Centralba megy, ugye? Na mindegy, kell vegyek onnan egy vonatot, akkor Stanfordig gondolom. Adrien Farkas, én főzés közben nézlek, Robi. Mit főzöl? Adrien, hány óra még az út? Kérdi, denevér. Szia, Dia. Még sok hónap délután 16:30 érek New Yorkba, onnan még 1-2 óra, még Stanfordig, Connecticutig elvergődök. Ja, Vili, nem tudom, hogy a Grand Centralba megy, de megkérdem a sofőrt. Bányagépeket hazaviszem, persze, hazaküldöm. Meglátogatod JLK-ékot, meg. Összesen hány kilométer? Kb. 2000, 1400 mérföld. Valami olyasmi. Minek megy New Yorkba annyi hippie? Nem New Yorkba mennek. Milyen a buszos wifi? Nem tudom, mert nem próbáltam, mikor legrégebb. Múltkor próbáltam el egy gyenge út, ilyen szatelites. Szakadozott meg. Azt mondja, hogy a next stop is the final stop. Milyen fine, izé. Ilyen városnéző busz. Emeletes buszocska, nem látszik jól az a piros ott a sarokba. Gáztartály. Merre jársz? Most Orlandóba vagyok, gyerekek. Buszt váltok, s akkor menjek a következő buszon New Yorkig. Mikor jövök haza Magyarországra? Hát június, július, nyár, igen. Ha minden jó, megy május, hogyha nem megy olyan jól, akkor június, július. Big John's. Ilyen kicsi épületek vannak itt. Big Container. Tax Services. Adókönyvelő. Farkas. Broadway Avenue. Kell mindjárt a WC-re, de azt hiszem, most már megvárom, míg odaérünk. Kissimmee Christian Church. Oké, akkor még mindig Kissimmeebe vagyunk. De itt van Orlandó mellette. De azt mondta a sofőr, hogy a következő megálló a végső megálló. Úgyhogy ott leszállok, és
buszvaltok, nem tudom mennyi látkei várjak még egy óra, a szakállas fa nem ilyen fáin. Nagyon kell kullincsak gyerekek. Van itt egy WC. Pisítem egyet, itt hátul a sarokban van. Jaj. Valaki azt mondja, legyen bebaszós live. Szecskamester azt mondja, úgy hallottam a transatlanti buszokon sok a kígyómarás. Azt honnan hallottad? Mónár Feri azt mondja, Ladával elmernék indulni akar Floridába is. Csirke kérdi, itthon milyen kocsit fogsz venni? Nem tudom, valami jó nagyot, hogy lehessen benne aludni is, hogy sokat fogunk menni körbe, Erdély, Magyarország, meg Európa körút ide-oda kirándulgatni. Ül valaki melletted, nem ül mellettem senki. A kabátom ül mellettem. Nem már senki se ide ülni mellém. Mert olyan ijesztő vagyok, hogy összeráncolom a szemöldököm. Hát aludtam, le voltam ide feküve, de majdnem teli van a busz. Nem tudom, miért mondtátok, hogy éri meg nekik. Csak egyes fejeket nem láttok, mert le vannak dőlve, úsznak az emberek, vagy csöködtek. Na, nézelődjünk még egy kicsit. Nézzem már, mit írtok még. Sajnos a kommenteket olyan nehezen tudom olvasni, gyerekek, mert kell itt a képernyőt, mint simogassam. Ragnar azt mondjuk, kényelmesnek tűnik így az ülés. Ja, de kemény, meg lapos, meg vékony. Meg szor, lábadnak nincs elég hely, meg... De mit akarsz, annyi pénzét ezt kapod, aztán... Gartner azt kérdi, így óvadék után szabadon mozoghatsz az államok között. Persze, persze. Nincs megkötés. Nyugodtan mehetek az összes államba. Drónos Vili azt mondja, tudják, hogy sitrő vagy. Ja, lehet azért nem mernek mellém ülni. Valaki kagó azt mondja, egy ilyen buszozás felkerül a bakancs listámra. Bakancs. Valaki kérdi, Ferenc Mónár, jól hallottam, hogy automata váltós a járgán. Ja, valószínű, nem néztem közelebbről, de... Szivarozni nem lehet itt se a buszon, gyerekek. Hát nem is kell, ti menjetek busszal, én menjek helyettetek, sittel, ti csak nézitek otthon a kényelmes fotelből. Én kell azért is megszenvedjek, gyerekek, mi mindenen keresztül megyek. Szörnyű. Csaba Révész, New Yorkból van más úti cél. Hát nem megyek Connecticutbe. Mert ott vár a Drónos Vili, meg a többi barátok. Vonat nem lett volna jó. Hát vonat Dél-Floridában nincsen, azt hiszem csak Orlandótól van.
Majd megnézem visszafelé jövet, lehet, hogyha vonat van, akkor lejövök vonattal Orlandóig. Hány kilométert? Kb. 1400 mérföld. 2000 kilométer. Nem olcsóbb a repülő. De igen, repülő olcsóbb lenne, és 2-3 óra alatt ott lenne. Hát olcsóbb lehet ugyanannyi, 150-200 dollár, de nem tudok repülővel menni, mert nincsen útlevelem. Furnitureland, USA, Sunshine, szakállas fák, új plázák. Ja. Nem szállok meg sehol, gyerekek, ez a busz, ez megy egy folytába, mondom, most váltunk. Nem Romániába megyek, Amerikába vagyok. Gyerekek, hülyeséget ne kérdezzetek, mennyi a busz Romániába, Amerikából. Nem, ne piszkáljatok hülyeségekkel, gyerekek. Gábor azt mondja, azért csak jobb a buszon ülni, mint a sitten. Ója! Akármilyen kényelmetlen. Etus, szia! Mondjuk arra, hogy nem tudlak hallani, mert rendelőben vagyok, mindjárt megyek, kiegyek valamit. Jó van, milyen idő van Angliában? Biztos nem ilyen szép, mint Floridában. Hány fok van nálunk? 20-22 Celsius fok. Izé-bizi azt mondja, mennyire követed a magyar politikát? Nem nagyon most, de amint hazamegyek, fogom követni. Figyelmesen. Magyar Isten azt mondja, gyerekek, vegan elindult haza busszal, hamarosan Székelyföldön van. Ragnar Kédi, hó szállok meg Konyetikutba. Hát a drónyos Viliné, hát hó. Hát de már több barátom felajánlotta, hogy náluk is megszállhatok, de ugye Vili a menedzserem, úgyhogy na, ő a fő ember. Kagó azt mondja, az agyadra fog menni a magyar politika. Nem hiszem. Én nem úgy fogok politizálni, mint a szokásos politikusok. Tamás atya Kédi elbúcsúzta a Rokitól. Hát nem volt esélyem, mert sitten voltam. Ó, gyerekek. Na, lássatok, hogy Raki is itt van. Székelyvege, amikor beértél Székelyföldre, akkor az ablakot pettincs meg, hogy jöjjön be a jó székely levegő. Oké. Fordítsuk meg egy kicsit a kamerát. Ott van a cell tower. Jó van, most helyre jött, úgy látszik. Állítok. Tegyem a kezem. Very, very bad. Erdélyben vagy Magyarországon terveztél letelepedni? Nem tudjuk, majd hazamegyek, meglássuk.
habocskával eldöntsük, utazgatunk egy kicsit, szétnézünk. Miért volt a börtönbe? Hát nem börtönbe voltam, csak ilyen emigrációs fogdába. Azért, mert túl tartozkodtam. Ja, kicsit gyenge a kapcsolat, azt írja. Gyerekek. Orosz Adam azt mondja, fegyveres rablásért és zendülésért. Ja. Aláaknáztam az államnak a hatalmát. Puccsot szerveztem. Na most hára jött a connection. Very bad. Az itt voltak át az első kamerára. Hogy gondolom kisebb felbontás, és hogy nem akadozzon annyira. Na jó, hát így szar, hogy mindig akadozik, úgyhogy itt befejezzük, és akkor majd folytassuk. Ja, amikor majd busz váltottam Orlandóba, akkor folytassuk, ha lehet, aluszok egy kicsit, meglássuk. Most visszamegyünk az autópályára, úgy látom. Hát akkor csak itt azért jöttünk egy kiszínébe, hogy néhány ember leugorjon. Építik a betonkertet. Rakodik. Orlandó 16 mérföld, 4-essel, a 4-es interstate-en vagyunk, 251-es exit, Orlandó nemzetközi reptér. Most a építkezés folyik. Ja, lehet, hogy tornyot vált, ja, hogy Gábor mondja, veres. Kiszi mi? Kiss me quick. Szaronet. Á, most jó, most megvolt a toronyváltás, most jó. Most Orlandóban vagyunk, gyerekek. Ti egy jó csapat vagytok. Köszi a Special Channel. Biggie Boy. Road Movie van, ja. I Love Music. Robert és Willy. Charlie Norby segítettek annak, hogy nem is tudott a dologról. Nem tudom, hogy tudott-e, lehet, hogy nem tudott, nem hallottam felőle. Ja, ott a sofőrt itt váltsák a buszon, nem is, vagy a busz váltsák, mit tudom én. Az ablak visszatükröződik néha. Megyek Connecticutba, gyerekek. Szóval